Bruttó 1 millió 700 ezer forintot keres az a fideszes képviselő, aki szerint havi 47 ezer forintból is meg lehet élni. Zsiga Marcell, Miskolc, fideszes alpolgármestere tavaly dupla költségtérítést is felvett, képviselőként és alpolgármesterként is kapott pénzt. Ezt egy etikai vizsgálat után visszafizette. Tegnapi kijelentésére ma nem akart reagálni a pártja, és őt is hiába kerestük. Nehéz volt, hosszú volt. Tóth Imre Miklós tegnap már sántított, amikor az éhségmenetben Miskolcról Budapestre ért. Az egykori olvasztár azután szervezte meg a menetet, hogy egy barátja öngyilkos lett, miután munkanélkülivé vált, és nem tudta fizetni a számláit. A politika mostantól a magyar embereket. Zsiga Marcell fideszes képviselő is miskolci. Ő a város alpolgármestere. Tegnap a parlamentben miskolciként ő reagált a kormánypárt részéről az éhségmenetre. Azt mondta, mióta a Fidesz kormányoz, javult a helyzet Borsodban is, mert a korábbi 28 ezer forint helyett közmunkával 47 ezret lehet keresni. Az MSZP azt hirdette, hogy 28 ezer forintból is meg lehet élni. Én azt gondolom, hogy a 47 ezer forint ehhez képest egy jelentős javulás. A 28.500 forintos járandóság helyett 47.000 forintos bért kapnak majd a Start munkaprogramban. Ez kifejezetten szerény, de biztonságos megélhetés felé vezeti azokat, akik 28.500-ból rejtélyes módon, de meg tudtak élni. Ezt a Költségvetési Bizottságban mondta a nemzetgazdasági miniszter. Zsiga Marcell megerősítette a miniszter szavait. Biztosan meg lehet élni 47.000 forintból. Biztosan meg lehet élni 47.000 forintból. Igen, azt hiszem, igen. Zsiga Marcell egyébként egy nap alatt is többet keres ennél. A képviselő tavaly dupla költségtérítést vett fel, a parlamenttől képviselőként, a Miskolci önkormányzattól alpolgármesterként vett fel pénzt, holott költségtérítések egyik helyről járt volna neki. A Fidesz etikai vizsgálatot indított, 150 ezer forintra büntette és vissza kellett fizetnie a szabálytalanul felvett pénzt. Most képviselőként havi bruttó 498 ezer forintot kap, választókerületi pótléka 445 ezer forint, lakhatási támogatása 115 ezer. Alpolgármesterként havi 555 ezer forint fizetést és 111 ezer forint költségtérítést kap. Ez összesen több mint 1 millió 726 ezer forint havonta. Azaz Zsiga Marcell napi bruttó 57 ezer forintból él. Kerestük a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportját is, de a sajtóosztályon azt mondták, nem akarnak reagálni Zsiga Marcell kijelentésére, a képviselőt pedig nem értük el. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.